A gózoni szűzmária Azért lett olyan népszerű a keresztény vallás is, mert egy szép szőke asszony van az Istenek közt. Az ő szelíd, égi arca segített meghódítani az emberiséget, és ábrándos, álmodozó embereknek, kik hisznek benne, ő jelenik meg a legtöbbször. Kutak fenekéről jön, a bágy hullámaiból kel ki, vagy az erdő titokzatos homályában mutatja meg magát azoknak, akik jók, akiket megszeretett. Látta már a néhai Préda János is, azonképpen Szűcs Gergelyné, nem különben Sánta nagy Mihálynak az apja, de meg az is kell, hogy megjelent légyen az elődöknek, mert nem hiába építették a gózoni geszteny erdőben a kilenc kápolnát a kálváriával. Már ami a bágyiakat illeti, azokból csupán gugi pannának adatot meg, hogy Mária megjelenik előtte, s elbeszélget vele a Szentkútnál, valahányszor búcsú van, mert ő a legjámborabba hívek közt, s oly szép, ájtatos hangon énekli a zsoltárokat, hogy az előéneklő mindig Jancsi, ki a koszorús Krisztust viszi, nem győzi mondogatni. Ez aztán hang, a kántori otthon a semmi de még a vén mindig jan csinál, nagyobb bámulója a menyecske hangjának, meg ki tudja, talán a két piros orcája, csípőn ringó karcsú derekának is csúsz Gábor, éppen azért, mert olyan kihíresztelt vallásos legény, hogy nála még gugipanna sem buzgó búcsújáró. Mert éppen abban van valami különös, ha valaki úgy egyszerre nagyon a szentekhez fordul. Ki sokat ácsorog a bíró udvarán, pöre van az olyannak. Rebesgetik, ki is beszélte csak. Alig hanem a cséplők a biziék szérűjén, hogy ott náluk csoltón, ahol tavaly szolgált, valami Kovács Maris nevű érdemes hajadonnal járt mátkaságban, s úgy megvette a szívét, hogy az eszét is elvette. Ezek a becsületes emberek egészen fel vannak háborodva a maga viseletén. Mikor szerencsétlenné tette, ott hagyta. Hiába üzenget neki szegény Maris, hogy megöli a szégyen, hogy égeti fejét a párta, rá sem hederít, felé sem néz. Nem lesz ennek így jó vége. Egyszer csak itt toppan a leány szégyenével együtt. Vigyázzátok meg jól ezt a csúsz Gábort. Van annak az apró szürke szemeiben valami alattomosság, akárhogy is fordítja őket az ég felé. Ha meg a Kovács is emlegetik előtte, kenetesen hímez, hámoz, hogy így, hogy úgy, volt ugyan köztük valami, de a leány luteránus, eszeágában sincs elvenni neki, a buzgó katolikusnak. De hiszen, csúsz Gábor, ilyen dolgokat már nem kíván az Isten. Tisztelet, becsület gugipannának, de ez már alig, hanem az ő dolga, mert vagy hülye a legény, és ő veri bele a vak buzgóságot, vagy viszony van köztük. Hely, panna, gugi, panna! Már uram, meg, ha védkeztem, de nem egészen tiszta dolog az ő szent élete sem. Igaz, hogy imádsága fekvése, ébredése, s ötféle olvasó is van a rokolája zsebében, a hóbortos ura meg a falu is úgy becsüli, mint egy szentet, azt sem lehet tagadni, hogy gráciában áll a mennyeiek előtt. Ha valakinek baja van, ő a közben járó a boldogságos szűznél. De már az nagyon gyanús, hogy ami pénzt küldenek tőle az ügyes bajos emberek a Máriának, abból egy lyukas tallért múltkor fölismert a kartali boltosnál Bederzsi. Tulajdon az a pénz, melyet ő küldött a Máriának. Meg is kérdezte Pannától, hogy odatta-e. Oda bizony, hugom, a boldogasszony megígérte, kiengeszteli az édesanyát szívét a szűcspali iránt. Átvette a tallért is, köszöni alásson. No, már hogy volt, hogy nem volt, senki sem tudhatja, hanem az az egy áll, hogy maga a szűzmária Mária nem vihette a tallért a kartali zsidóhoz. Hanem hiszen úgy félig, meddig minden kiviláglott rá egy hétre, a gózoni őszi búcsún. Szép enyhe napok voltak, Sokan mentek bágyról, Tímár Zsófi talpik fekete, gyolcs ruhában, az öreg Bizi József böngérné, még az istentelen Filcsik István is egész háznépestől. Bizony visszájárul fordul már a világ, ott volt a hegyke-pegyke, vérklári, hogy nem szégyel emberek közé jönni a gyalázatos meg kigyőzni elszámlálni a többit. Voltak jók, rosszak, vegyest, köztük mondanom sem kell Gugi Pannát és Csúsz Gábort. Nagy sokadalom, vagy harminc processzió jött a környékről. Gózon, Bodok, Kartal, Szilke, Tarján, Beléd, Kesziről, Csoltóról a palócok, még talán a messze majornokról is a katolikus rész. Ilyenkor volna jó kivenni árendába a papoktól a persejeket. A bágyiak hajlott testén érkeztek, s alig, hogy megjárták térden a kilenc kápolnát stációról stációra, idejük sem volt szétnézni a mézes kalácsosok közt, hol legjobban hullámzott a népség, mindjárt besötétedett, s ott, ahol éjjelre megtelepettek, a nagy részét nyomban elnyomta a buzgóság, csak kevesen hallgatták Gugipannát, ki csodás dolgokat beszélt el a gózoni szűzmáriáról. Hát aztán, aztán, mondja csak tovább, édes Panna lányom, ösztökéli Filcsikné, mit mondott még a szent szűz? Mindent el kell neki beszélnem kegyelmetek felül. Ó, 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 hajtja a ragyás böngér Panna éneklő hangon. De boldog is, aki olyan Istennek tetsző, mint te. Ne adjam alád ezt a nagy kendőt is, Pannus. Úgy nézem, kemény a fekhelyed, drágám. Te pedig csúsz, Gábris, piszkáld meg egy kicsit a tüzet, hadd lássuk a galambom arcát, mikor beszél. Gábornak nem volt kifogása, megcsóvált egy végén zsarátnok fahasábot, s úgy világítja meg a tömött fekete hajat, s a szemvesztő két gödröcskét, mely azon a piros arcon, mintha feneketlen verem volna, hova a nyugalma lelke oda veszett. Mondja csak, édes szívem, faggatja Filcsikné, hogy néz ki a Mária? Jaj, nehéz azt elbeszélni. Vakító fehér arc, aranyos szőke haj, egész vállára omlik, bánatos kék szemek, hófehér jobbkarján, karján, mely tövistől vérzik, egy kicsike gyermek édesdeden alszik. Azám a kisi Jézus, Szakasztott így van lefestve az én imádságos könyvemben. Meg a bodoki templomban, teszi hozzá Gábor, s átszellemülve szívja magába panna minden szavát, hogy jön, hogy távozik a szűz, vakító fény övezi néha, máskor meg egyszerű kartóruha van rajta. De csak ő láthatja, ha egyedül van ott a Mária fáknál. Hát ma meglátod-e? kérdik. Nem tudom, álmomban szokott híni, Felelte panna, aztán Gáborhoz hajolt és a fülébe súgta. De te azért csak gyere el, amikorra mondtam. A tűz már nem égett, csak itt-ott pislogott egy-egy szikra a pernye alatt. Az álom lecsukta lassanként a szemeket, távolabb is kialudtak a tüzek. Az egész búcsús nép, akihez jött, az úr ölében pihent a téres tisztáson, mely az erdő alján elterült. Csend volt. Csak a gózoni erdő zúgott balról, s a levegőben rebbenté meg szárnyát egy-egy éji madár. Emiatt pedig épp oly nyugodtan álmodhattak a hívők a vakító fehér arcról az aranyos szőkehajjal. Mint amilyen nyugtalanul álmodozék ébren Csúszgábor a gödrös piros arcról a hollóhajjal. A bodoki búcsús nép a tarjániak, belédiek, a túlsó oldalon pedig a jóisten tudja, miféle népek fehérettek körös körül. Egy alak gyakran megmozdult közöttük, mintha erre felé kémlelne. Gábor látta, hogy ott is hánykolódik valami nyugtalan lélek. Az sem tud aludni, az is a nagy semmit bámulja talán, mint ő. Hosszú-hosszú idő telt el, amíg végre megkondult fent a kálvárián a harang. Látta fölkelni pannát az asszonyok közül, s eltűnni az éjben. Várt előbb egy fél órát, úgy volt neki meghagyva, s aztán ő is ellopózkodott. Sietve ment az erdő tövis bokrokkal szegett gyalogútján, néha megállt a tüskéket kivenni lábaiból, s ilyenkor, mintha lépteket hallana a háta mögött. Követi valaki? De ugyan ki követné? Lihegve ért a Mária fákhoz. Panna már várta. Ott ült a kút párkányán, fekete lebontott hajával játszadozott, s a csillagok fénye mellett nézte magát a kút vizében. Sokáig maradtál, Gyere, no, ülj mellém, suttogál ágyan. Kigyulladt a csúsz Gábor szürke szeme, oda is ült mellé, de nem merte átkarolni. Miért félsz tőlem? Hajsd a fejedet az ölembe. Te is az úr híve vagy, megjavítottam a lelkedet. A szűz Mária megengedte, hogy szeressük egymást. Igazán mondta, hebegi a legény babonás áhítattal, s mégis kétkedőleg. Isten a tanum rá, E pillanatban a hold tányérja, mintha a földre vágódva összetört volna, és fényes cserepei szétesve bevilágították a sejemgyepet. Hűs szellő suhant át az erdőn, gyöngezőrejel váltak szét a gajjak, sírtelen összecsapódtak. és eléjük lépett a fák közül egy mennyei látomány, egy nő, vakító fehér arc, aranyos szőkehaj egész vállára omlik, bánatos kék szemek, Hófehér jobb karján, mely tövistől vérzik, egy kicsike gyermek édesdeden alszik. A szűzmária sikoltott Panna rémülten. Gábor némán fette el arcát kezeivel. Jaj nekem, szűz anyám! Ó, könyörű rajtam! Verte mellét Panna kétségbe esetten, s leborult a földre. Bűnös vagyok! A pénzedet loptam, nevedre hazudtam! A szomorú arcú anya szeliden elmosolyodott. Semmi közöm hozzád, jó asszony. Néz ide. Gábor, a kisfiadat hoztam el. Ott a népek között nem akartalak megszégyeníteni. Akadozva és szemérmesen folytatta. Meglestelek. Utánad jöttem, s itt megtaláltalak. Gábor megdörzsölte érdes kezével a homlokát, s félénken közeledett a beszélő felé. A gyermek éppen most nyitotta ki szemecskét, s mosolygott. Megtaláltál, Kovács Maris, de nem is veszíteszel soha többé, ha megbocsátasz. Maris nyájasan nyújtotta neki engesztelésül a gyermeket. Mohón kapott utána, de csak hamar eleresztette. Nem, nem. Had nézzelek még. Olyan nagyon szép vagy vele.